Ma a Dóra című dalt hoztam el, 2000-es évek közepe, 2006-7, ilyesmi. Dóra valós személy, a sógornőm, de csak ennyi a valóság tartalma a dolognak. A sztori végül máshogy alakult, számára kedvezően. És ez volt, ezen a gitáron íródott, illetve nem pontosan, mert a szöveget én mobiltelefonba írtam bele, a zenét pedig egy zenekari próba előtt fejben, meg egy talán kazettás magnóra, pedig már 2000-es évek közepe demoztam föl gyorsan, de az egy másik zenekar volt, szóval azzal nem foglalkoztunk, és aztán másnap ezen a gitáron íródott, vagy fejeződött be a dal. És így megy. Megtelt a nappali, és 8-ig már csak 15 óra. Drágám, ha megtennéd, kapcsolját a híradóra. Mindenki unottan ásít egy újabb adóra. Meg a hétvégi rangadón elfogott hangadóra. Majd a bemondó bemondja, hogy már a virradóra végzett a világgal, s magával is az adóra. Végzett a világgal, s magával is az adóra. Dóra. Dóra. Mindenki feszülten figyel a bemondóra, súgóról olvassa, milyen is volt ez a Dóra. Rendes lány, aki már végzősként járt a kandóra, de ma reggel nem ment a diploma átadóra. Majd a bemondó bemondja, hogy már a virradóra végzett a világgal, s magával is az adóra. Végzett a világgal, s magával is az adóra. Dóra. Dóra. Ajtaját rátörve ott vártak kommandóra, egy búcsúlevél borult nyitva a feladóra. A levélből tudtuk meg, hogy már a virradóra viccett egy fiú, s magával is az adóra. Viccett egy fiú, s magával is az adóra. Egy fiú, s magával is az adóra. Vizet egy fiú, s magával is az adóra. Dóra. Dóra. Oh yeah.